Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! A fehérvári beszélgetésekben ma az Arany János általános iskola tagintézményéről, az ezredévesről beszélünk, hiszen ez egy fontos dolog. A város egyetlen olyan iskolájáról van szó ugyanis, amelyben speciális gyógypedagógiai módszerekkel történő nevelő-oktató munka folyik. Az intézmény az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelése, tanulásban akadályozott és autista tanulók alap- és középfokú képzése mellett kiemelt figyelmet fordít a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Nos, meg is érkeztünk, ahogy a híradóban láthatták, Tibár László, az egykori kiváló válogatott labdarúgó segítségével immáron 6. alkalommal vehettek részt a gyermekek egy wellness napon, méghozzá Balatonszárszón, Tibár László egykori nagyszerű futballista csapattársának szállodájában Bódi Feriről beszélünk. Bódi Zoliról beszélünk, és közben itt van természetesen velem Tibár Laci is. Szervusz Laci, örülök, hogy itt vagy velünk. Szevasz. Nos, hát kíván. Hogy kezdődött, hiszen ez a 6. alkalom volt, és én azt gondolom, hogy amikor egy évtizede felkértek, akkor nem gondoltad volna, hogy ez egy olyan küldetés lesz, ami meghatározza az ezredéves iskola bizonyos értelemben munkáját is, mert hogy itt most csak ugye egy eseményről számoltunk be, de ez egy folyamat. Hogy így kezdődött? Van, és mindenkelőtt nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kapunk, vagy kapok ebben az esetben én is, mert elég szűk, zárkózott kör ezeknek a beteg gyerekeknek a köre, és nagyon keveset beszélünk, méltatlanul nagyon keveset beszélünk róluk, mert ugye akinek egészséges gyereke van, az értelemszerűen nem foglalkozik a beteg gyerekekkel, tisztelt a kivételnek, és nagyon jók az ilyen alkalmak, hogy felhívjuk az egészséges embereknek a figyelmét, hogy létezik egy ilyen réteg is az országban, akikkel nap mint nap foglalkozni kell, a pedagógusoknak, az ápolóknak, és hogy én hogy kerültem ebben a körben. Talán kevesen tudják, hogy nekem született 1974-ben egy kislányom, akit Nikolettnek hívtak, és a 16. születésnapja előtt 1990-ben meghalt. És ebben a 16 évben én átéltem azt, amit most talán nagyképűen küldetésnek hívok, mert ott ismertem meg abban a 16 évben, még az én kislányom élt, ezeknek az embereknek az életét, a sorsát, a mindennapjait. Ugye nem árulunk el titkot, hogy ő kromoszoma rendellenességgel született. Így van, pontosan egy kromoszoma rendellenességgel született, és abban az időben kezdte aztán méltán világhírű orvosunk, a Zeiser professzor úr a genetikával történő foglalkozást, és hozzákerültünk, megállapította, hogy ugye nem öröklött dologról van szó, egy vele született betegségről, és ugye így éltük mi a mindennapjainkat, kórházból kórházra jártunk, tehát még egyszer mondom, ez az előélete annak, hogy én most itt lehetek az ezredéves iskolában immár 6. éve. Tehát elsőszorra elfogadtad az invitálást. Nem volt kérdés, az akkori igazgatónő ismert engem személyesen, és ugye ismerte a Nikolettet is. És tudta az előzményeket értelemszerűen, és megkért, hogy volna el kedven foglalkozni a gyerekekkel heti egy alkalommal, és természetesen azonnal igent mondtam a felkérésnek, mert egy kicsit olyan pótcselekvés ez, amit csinálok, hogy ha már a gyerekemmel nem lehetek, akkor segítsek ezeknek a gyerekeknek a mindennapjaiba, vagy egy-két órában
egy kis mosolyt, egy kis vidámságot, egy kis örömöt varázsolni az én szerény lehetőségeim, képességeim szerint. No, viszont a mindennapos, illetve nem mindennapos, hanem a rendszeres mozgásigény az ezeknél a gyerekeknél is megvan. És ez egy különleges korosztály, hiszen nem egy korosztályról beszélünk, hanem vannak fiatalok és kevésbé fiatalok. Ezeket egyébként majd látni fogjuk, hiszen a Balatonszárszói TV felvételeiből készítettünk egy összeállítást, amelyet majd bejátszásban itt megnézünk a képeket, hogy ez hogy is történt. Szóval, hogy készültél fel ezekre a foglalkozásokra? Részben az emlékeim kapcsán, ami megmaradt a kislányom után. Ugye rendszeresen bejártam hozzá az intézetbe, ott Polgárdiban volt, és ugye ott is voltak foglalkozások. Részben utána olvastam, illetve érdeklődtem szakirányú gyógypedagógusoktól, gyógygyászattal foglalkozó, speciálisan ezekkel a gyerekekkel foglalkozó szakemberektől, illetve az ott dolgozó tanárok, mert ugye hát azért nem titok, előttem is voltak foglalkozások, csak nem külsősként, hanem az ott tanító tanárok foglalkoztak és foglalkoznak a mai napig is velük, nagyon tisztességesen, precízen. Én talán egy kicsit annyiban vittem új szint, hogy a sportmúltamból adódóan olyan sportos, futballal kapcsolatos gyakorlatokat, labdás dolgokat csempésztem bele, vagy csempészek a mai napig is a foglalkozásokba, ami egy kis változatosságot jelent, és úgy veszem észre, hogy az elmúlt évek ezt példázzák, hogy vevők rá ezek a gyerekek, és örömmel várják már a hétfői foglalkozásokat. Tehát ez játékos történet. Abszolút játékos, igen. Semmi olyan kötelező dolog nincs, amit esetlegesen ők ne tudnának megcsinálni, tehát nem megerőltető olyan szinten, hogy amit az átlag normális életet élő gyerekek vagy sportolók csinálnak, az ő karakterükre, az ő betegségükre fókuszálva állítjuk össze a heti foglalkozásokat. Tehát ez egy nagyszerű dolog, tehát készülni kell rá nyilvánvaló. Viszont a gyerekek hogy szokták meg, hogy van ilyen lehetőség, hiszen én most csak azokra a képekre utalok, amit a szállodában láttam ott a medencékben, tehát ők játékosak, különböző korúak, viszont nagyon tudnak örülni, és ezt jó látni. Abszolút. Hát ez egy új dolog az ő életükben, meg egy kicsit az enyémben is, és ezt egy szemétben Bódi Zoli barátomnak köszönhetem, akivel ugye mi Siófokon futballoztunk 5 évet együtt, és komoly sikereket értünk el, és amikor ő ezt a szállodát felépítette, azután is ugye tartottuk a kapcsolatot, illetve amikor megtudta, hogy én foglalkozom ezekkel a gyerekekkel, akkor azonnal felajánlotta, hogy minden évben, ha nem többször egyszer vendégül lát bennünket, és egy napot ott eltölthetünk, tehát ez már a 6. alkalom, amikor elmegyünk a Zolihoz, és ezek a gyerekek egy napon keresztül kikapcsolódnak abból a mindennapi megszokott metódusból, és egy kicsit önfeledten eljövünk, tesszük a dolgunkat, és ugyanaz idén nem volt rá lehetőség, de tavaly például egy csúszkálással, egy befagyott balatoni programmal kezdtünk, és amikor kicsit átfagyva megérkeztünk a szállodába, átöltöztünk, és akkor egyből a meleg vízbe, a wellness részbe
kezdtük el a szállodai programunkat. Ugye az látszik ezeken a foglalkozásokon, és hát ugye utóélete is van, hogy a gyerekek ismerik egymást, tudnak játszani ugyanúgy, mint a kevésbé sérült társaik, és ráadásul az is kiderül, hogy nagyon-nagyon szeretnek téged. Hát igen, én úgy gondolom, hogy ez nem akarok álszerény lenni, de nem hiszem, hogy ez kifejezetten a személyem, nem Tíber Lászlónak szól. Talán az, ami belőlem fakad, ismerve úgy nagyjából a gyerekeknek a lelki világát, a pszichéjüket, és próbálok azonosulni hozzájuk. Mindig azt szoktam mondani, hogy ők az igazán őszinte gyerekek. Náluk nincs állarc. Igen. Ők nem politikusok, nem megbántva őket, ők kimutatják a szeretetüket, a kedvességüket, a bájukat, ugyanakkor, hogyha valamivel nincsenek megelégedve, nem értenek egyet, azt is. Ugye a szakmai munka nagyon fontos, a mosolygós szemű Laci bácsi, aki legenda, ezt nyilván tudják. Aki ráadásul ugye a tiszteletbeli gyógypedagógus címet kaptál, azt hiszem, hogy ez is különleges. Ilyenkor mit gondol egy ember? Természetesen nem ezért csinálja, de azért jó a megerősítés, a visszajelzés, ugye Laci? Nyilvánvalóan nem ezért csinálom. Ez talán nem tűnik nagy képviségnek, de ez belülről jön. Mert egyébként akkor nem is vállaltam volna el, amikor felkértek, ha nem tudnék azonosulni velük. Először azt hittem, amikor 2 évvel ezelőtt közelgett az évzáró, amikor az igazgatónő felhivatott, és azt mondta, hogy készüljek fel rá, hogy valami meglepetésben lesz részem. Megmondom őszintén, nem tudtam, hogy miről van szó, és amikor ott a gyerekek és a szülők előtt átadta a diplomát, először nem tudtam, hogy mire véljem, hogy ez most miért szól, hogy én tiszteletbeli gyógypedagógus vagyok. Ezt lehet cinikusnak is venni, lehet mulatságosnak. Nem, ez nagyon komoly dolog. Éppen azt akarom mondani, hogy én ezt borzasztó komolyan veszem, hogy ez egy olyan megtiszteltetés a számomra, hogy elismerik azt, amit csinálok, hogy ugye a lakásomban ez egy főhelyre került, mert én talán nem is érdemlem meg, de hogyha már ezt kaptam, akkor talán úgy gondolom, hogy valamit tettem az elmúlt években ezekért a gyerekekért, és talán egy kicsit talán jár ez nekem. Milyen tapasztalataid vannak? Az Ezredéves egy remek intézmény, rátermett hivatását szerető pedagógusokkal. Ugye én láttam a Cetl Andrea és a többiek is, a gyógypedagógusok remek munkát végeznek, hogy Magyarországon kellően figyelünk erre a csoportra, akiknek az átlagosnál sokkal, de sokkal több segítségre van szükségük. Nem vagyok kompetens ezt megítélni, nem is látom de át. De nálunk jól országosan működnek a dolgok. Ehhez van rálátásom, van véleményem, azt tudom mondani, hogy példaértékű, amit itt végeznek a takarítónőktől elkezdve a dadákig és a szakképzett gyógypedagógusig bezárólag mindenki. Hadd mondjak egy példát, hogy mennyire nincs reflektorfényben, és még mindig a 21. században még mindig egy ilyen tabu, minthogyha nem szabadna róla beszélni, vagy sokan nem is beszélnek róla. Ugye minden reggel szaunával kezdem a napom a honvédségében, zárójel bezárva. És az egyik szaunás társam a napokban mondta, amikor a Fehérvár TV-ben látta ezt a bejátszást, a szárszói bejátszást, és meglátta ezeket a gyerekeket, és azt mondta, hogy ő ezt nem tudná csinálni. Nem tudod, miért nem tudná csinálni? No. Hát egy szerencsés ember vagy, neked egészséges gyerekeid vannak. Igen, de hát ahogy beszéltünk, ez egy küldetés, és nem csak a tiéd, hanem mindenki, aki úgy áll hozzá, hogy a segítségre szükség van. Sokkal több embernek kéne ezzel a betegséggel, vagy egyáltalán ezekkel az emberekkel foglalkozni, mert én úgy gondolom, hogy még mindig
méltánytalanul keveset foglalkozunk velük, és keveset teszünk értük. Igen, hát én néztem Bódi Zoli arcát a felvételen, amikor a gyermekek ugye minden esztendőben valami saját maguk által készített ajándékot visznek oda, hogy elérzékenyült. Én egy kicsit arra utalnék, hogy nyilvánvaló a megannyi siker mellett most ez is egy plusz siker neki. Tehát egy kicsit ahhoz hasonlítom, persze butaság, mint mikor átvettétek a Magyar Kupát a Siófokkal. Hogy egy sokkal később, de ez is egy olyan elismerés, amiért megdolgoztatok. Így van, így van. Azt azért kaptuk, mert a futballban elértünk valamit, és megérdemelten kaptuk akkor azt a díjat. Itt pedig hát igyekszünk tenni azért, hogy nem az elismerésért, hanem hogy ezeknek a gyerekeknek örömet szerezzünk. Igen, hát ahogy mentek ott kezet fogni, és megköszönték, az pedig elismerésre méltó, a pedagógusok elismerése is. Ugyanakkor, ha te szakmai pályafutásodat nézzük, nem feledkezhetünk meg arról, itt még mellékszálként azért mondjuk, hogy a Molvidi sokat segít abban, hogy az autóbusz rendelkezésetekre bocsátja Balaton. Nagyon fontos segítség ez minden most... évben, mert önzetlenül ugye az első szóra, amikor kérem az időpontot, biztosítja számunkra a Molvidi a busz, tehát csak hálával tartozunk a klubnak is, sofőrt és buszt adnak, természetesen minden ellenszolgáltatás. Jó, tehát most maradunk a Vidinél, mégpedig azért, mert hogy van neked egy másik csoport is az életedben, nagyon sok kicsi töpörtyű, aki a világ legnagyszerűbb játékát szeretnék megtanulni avatott emberektől, három legenda, tehát te magad, Fischer, Ficere, Ferenc, a csodálatos, nagyszerű barátunk, barátod, azt hiszem, hogy mondhat, aki egyszer is találkozott vele, az soha az életben nem fogja elfelejteni, és Kis Imre bácsi, egy szintén nagyszerű nevelőedző, és nem mást vállaltatok, mint hogy a szerződés alapján, ugye a Videoton Molvidi ma már, általános, illetve óvodákkal kötött szerződést, és az óvisokat tanítjátok futballozni. No, ez is egy csoda. Igen, bár ugye ennek nem vagyok olyan szerves része, csak egy vagyok ott a több közül, de ezt is értelemszerűen nagy szeretettel és odaadással csinálom. Ez talán 10-11 évvel ezelőtt datálódik, még a Mezei Gyuri idejében indult el egy ilyen óvodás program. A kezdetekben mi jártunk ki óvodákban, volt vidis, videotonos futballisták, és ott tartottuk meg az óvodában, illetve az óvodához kapcsolódó általános iskola tornatermében tartottuk meg a foglalkozásokat. Aztán amikor ez a csarnok lehetőség létrejött a videoton pálya másik felén, ugye ez a Molvidi fedett műfüves csarnok, ugye akkor annyiban változott a kép, hogy már az óvodákat szerveztük ide. És ebben van nagy érdeme a Kis Imrének, mert ő koordinálja az óvodákkal a kapcsolatot, és gyakorlatilag 17-18 óvodával van a Molvidi szerződésben, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy héten egyszer minden óvoda sorra kerül egy foglalkozás keretében. A Molvidi utánpótlás busza elmegy az adott óvodába, és 2-3 óvónővel eljön az a 15-20-25 fős csoport, fiúk, lányok, tegyük hozzá, azonnal nem csak fiúkkal foglalkozunk, és nem kizárólag a futball szeretetére akarjuk őket megtanítani, hanem alapvetően a mozgásra. Igen. Hogy legyen mozgásigényük, és akkor elhozza a busz, leteszi a gyerekeket kulturált körülmények között télen, ugye meleg öltözőkben át tudnak öltözni, és a busz elmegy a következő óvodáért, és ez alatt a 40-45 perc alatt mi megtartjuk a foglalkozást a gyerekeknek, amit
nagyon nagy örömmel fogadnak, mert ugye az óvodákban a lehetőségek nem adottak erre. Van egy szűk, mondjuk 5x5-ös kis szobácska, ahol elvégzik a gyakorlataikat, de ugye hát ez más. Itt két kézilabdapályányi terület van, és ugye itt megcsináljuk a foglalkozásokat, és akkor a busz hozza a következő csoportot, és ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy szerda, csütörtök, pénteken, tehát három nap, napi három órában, tehát három óvodát tudunk foglalkoztatni, az naponta ilyen 70-80 gyereket jelent. Nagyszerű. Én azt gondolom, hogy teljes az életed. Abszolút teljes az életem, mert azt tölti ki, ha a futballra gondolok, amit egész életemben szerettem és egész életemben csináltam, és ott vagyok közöttük, ott vagyok a Videoton pálya közelében, ami ugye nem kell mondani, az életem volt, hát csak az NB1-be 12 évet töltöttem ott, és talán hadd dicsek egyek vele, kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 40 éve vagyok a klub alkalmazottja különböző beosztásokban. És csak hálás lehetek a klubnak, hogy nyugdíjas koromban is igényt tartanak rám, és szükség van erre a munkára, amit itt végzek. Apropó, jó barátok, működik-e még a legendás futball szeretők beceneve? Természetesen a Volán keretein belül, ugye ez akkor is úgy alakult, csak egy néhány évig egy iskolának a tornatermét vettük igénybe, most újra visszamentünk a Volán területén lévő tornacsarnokba, és minden csütörtökön a Jóbarátok FC ott tartja a futball óráját, és a korunknak megfelelő mozgásigény van, lassított felvételben ugyan, ugye 60, 70, 75, 80 éves emberek is játszanak, de az a fontos, hogy ott vagyunk minden héten, és nem múlhat el úgy hét, hogy ne tartsuk meg ezeket a futball estéket. Örülök, hogy itt voltál velünk. Én kívánok neked erőt, egészséget, és a gyerekeknek pedig egy olyan Tíber Lacit, akit megszoktak ők, aki esztendőről esztendőre tudják, hogy számíthatnak rá, és azt hiszem, hogy akkor az ő életük is teljes lesz. Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy így a nyilvánosság előtt is egy kis érdeklődésre adtunk okot ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Tíber László volt, az egykori válogatott labdarúgó, aki küldetésként az ezredéves általános iskola gyermekeit segíti a hétköznapokon és az ünnepeken is, hogy a mozgásigényüket kielégíthessék. További szép estét kívánok, viszontlátásra!